Ebben az ültetvényben komoly károkat okozott a fagy. A bevétel jelentős részétől így el is esett a gazda. Amennyiben a kárenyhítési rendszer tagja volt és emellett piaci biztosítást is kötött, úgy a kiesés 80%-át megtérítik. Azonban a kifizetések csak jövő tavasszal kezdődnek meg. A Széchenyi Kártyaprogram ingyenes hitellel akár erre az átmeneti időszakra is segítséget nyújthat a gazdák számára. A konstrukció jelentős módosítása, hogy a fagykárt elszenvedett vállalkozások többlettámogatást igényelhetnek a konstrukció keretén belül, hogyha megfelelnek az igénybevételi feltételeknek, azaz székhelyük, telephelyük vagy fiók telephelyük szerepel a fagykáros település listán, rendelkeznek az MVH-hoz benyújtott egységes kérelemmel, amely alátámasztja, hogy van ültetvénynek minősített területük, illetve a többlettámogatáshoz szükséges szabad támogatási kerettel is rendelkezniük kell. Vagyis a kárt szenvedett gazdák november végéig kérvényezhetik, hogy akár 3 évre is kapjanak költségmentesen hitelt. Javasolnám azokat, akik a fagykár hitelt próbálták, és június 30-áig volt ennek a határideje, ezt alkalmazták, ez meg lett hosszabbítva most november 30-áig, és a jégkárosult települések is bekerültek abba a bizonyos település listába. Azok, akik ott szerepelnek, azok egy támogatott hitelt vernek fel, akár 3 évre is. A közjegyzői díjtól mindent az állam átvállal, minden költséget, úgyhogy egy 0%-os hitelhez juthat minden ilyen gazdálkodó. A kárt ért területnek a 500 ezer forint per hektár, vagy a bevételének a 35%-áig. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iparkamaránál az idei évben az Agrár Széchenyi Kártya kihelyezett hitelállománya megközelíti a 200 millió forintot. A november 30-ai határidőig pedig további bővülésre lehet számítani.